Következő híradásunkban Tomaj Monostor a polgármesterét telefonon kapcsoljuk. Fazekas Szabolcs, a település vezetője, televíziónknak adott interjújában beszél Tomaj Monostorán 2020-ban megvalósult pályázatokról, beruházásokról, fejlesztésekről, a jövőbeli tervekről és elképzelésekről. Telefonon kapcsoljuk Fazekas Szabolcsot, Tomaj Monostor a polgármesterét. Üdvözlöm polgármester urat, és köszönjük, hogy a rendelkezésünkre áll. Jó napot kívánok, üdvözlöm én is a nézőket. 2020 milyen célkitűzésekkel, feladatokkal indult Tomaj Monostor életében? Kitűztük magunk elé a legnagyobb célt, ami a település történetében még sosem volt, hogy építünk egy tornatermet. Ez volt a legnagyobb kihívás a 2020-as évnek, és hát ebben szerencsénk volt, mert egy kb. 4 éves küzdelem után el sikerült indítani a projektet. Ez kb. 500 millió forint bruttó költséget jelent, egy teljesen zöldmezős beruházás, egy meglévő telkünkre az intézmény fenntartó, az iskola fenntartó épít egy tornatermet, és így legalább, amivel már 40 éve, 50 éve csak tervek voltak, megvalósul a faluban. Úgyhogy ez volt a 2020 évnek a legnagyobb vívmánya. Egy másik nagy dolgot is sikerült elindítanunk, igaz még ez csak projektnevő készítés szintjén van. A településen, hála Istennek, az elmúlt 4-5 évben rohamosan növekszik a gyermek születések száma, és hát a mai világban, ahol a kisgyerek születik, ott kevés helyen tudja megengedni magának az anya, hogy otthon legyen 3 évig, így akinek lehetősége van, az meg dolgozni, és bölcsödébe adja a gyerekét. Most tovább aztán ezeket az igényeket felmérte, és a településen elég komoly igény jelentkezett egy gyermeki bölcsödére. Ezt a területi operatív programokban bepályáztuk, és nyertünk egy ilyen meglévő épületünk átalakítását, illetve a teljes berendezésnek a megvételére a mostani bölcsődei igényeknek, illetve rendeleteknek, törvényeknek megfelelően kialakított épületnek a felépítésére pénzt. És hát ezt kezdtük el. Tehát ez a két új dolog a település életében, ami azt gondolom, hogy történelmi jelentőségű, hisz egyik épület, intézmény nem működött, még eszik. Mi mondható el költségvetés tekintetében, hogyan teljesített 2020-ban a település? Én azt gondolom, hogy egy nehéz évünk volt, bár nekünk az adóbevétel sose jelentett egy nagy bevételi forrást, tekintetben véve, hogy a súlyadónak egy részét már korábban a központi költségvetésbe kellett utalnunk, tehát mi sose az adókból értünk, hanem egy ilyen takarékos, átgondolt gazdálkodást folytattunk. Ez így kicsit megfeszítette a költségvetésünket, de hála Istennek hitelt nem kellett felvennünk, a célzott normatívákat el tudtuk költeni abba az irányba, amiben az állam adta, tehát el tudunk mindennel számolni. De nem volt egy könnyű évünk, én azt mondhatom. És ismét egy olyan év volt, amikor egy eddig nem ismert új dologhoz kellett alkalmazkodnunk, illetve ehhez igazítanunk a pénzügyi lehetőségeinket. Polgármester úr, néhány főbb beruházást, amelynek az alapjai vannak lerakva képletesen szólva, és 2021-ben meg is fog valósulni. Melyek még az önök előtt álló feladatok? Melyek azok a pályázatok, amelyben részt szeretnének venni, részt vesznek, amelyek esetleg már folyamatban vannak? Hát ezt a kérdést két részre bontanám. Az egyik az, amit megnyertünk, és a megvalósítás folyamatban van. Ez a része a településnek, amit én már fixnek érzek. Itt több dolog van, az említett két beruházás, a bölcsőde és a tornaterem. Ezek vélhetően májusra, illetve szeptemberre el fognak készülni. Ezen kívül még a Magyar Falu programban több kisebb lehetőségünk is volt. Az egyik, az orvosi rendelőbe vettünk egy néhány műszert, a 2,5 millió forintért, az Omoda udvar 10 millió forintért, még az egyébként gyönyörű szép Omoda udvarunkat még egy kicsit szebbé tesszük. Aztán nálunk itt elég sok a bejáró tanuló, illetve rengeteg idősnek végeznek házi gondozást. Ide vettünk veszünk egy falugondnoki buszt, egy 17 személyes buszt, ami egy nagyon jó dolog lesz vélhetően. Ilyen buszunk nem volt, van 8 személyes buszunk, meg 50 személyes, de ilyen köztes lépcső nincs. Ezt nagyon sok célra tudja a falu használni, a gyerekek versenyeztetése, táboroztatása, hordás, tovább a színház.
ami a közösségépítést erősíti. Tehát ezek a Magyar Falu Programban lévő fejlesztéseink. Egy nagyon örömteli esemény is történt velünk az év végén. Valdo Mihály pénzügyminiszter úr folyamatosan ostromoljuk azzal, hogy kellene szolgálati lakásokat építeni Tomajmonostorára, hisz az értelmiséget meggyőződésem, hogy csak a szolgálati lakásokkal lehet itt tartani, vagy pályakezdő fiatalt ide akarunk csábítani, aki most jött ki a főiskoláról, egyetemről, nem tudom neki lakhatást biztosítani, nem fog eljönni Tomajmonostorára. Most ez a kérésünk meghallgatása talált, és a Magyar Közlönynek a karácsony előtti számlában már benne volt, hogy Tomajmonostor 50 millió forintot kapott két kis szolgálati lakás felépítésére. Na most ez a projekt most indult, telekalakítás fázisában vagyunk, illetve a tervezésbe. Ezt szeretném szintén szeptemberre befejezni, ezt a két 80 négyzetméteres lakást. Volt már egy ilyen tervünk, egy alaprajzszintű tervünk, amivel átgondoltuk, hogy mi kellene egy fiatalnak, hogy mégis egy szép lakást építsünk, és ezeket a terveket most tovább dolgoztattuk, és most szeretnénk ezt is ilyen április körül elkezdeni, ezt az építkezést. Másik nagyobb projektünk, hogy a település a konyhára építi az egész közfoglalkoztatását, minden rendszerét, állatokat tartunk a közmunkaprogramba, kertet művelünk kisebb-nagyobb hatékonysággal, és hát ezeket a javakat a 400 adagos konyhánkon megfőzünk. Na most a gyerekek létszáma, illetve a mostani kialakult járványhelyzet miatt kinőttük az ebédlőt, illetve a konyhát, ott átalakítás, bár egy nagyon modern konyhánk van, de egy átalakításra nagyítani kell a helyen. 180 körüli gyerek étkezik egy időbe a településen, így az ebédlőhöz toldunk, a konyhát bővítjük, irodakonténert szerzünk be, és egy ilyen bútorokat vásárolunk, egy ilyen bruttó 42 millió forint beruházás, és hát ez még ami most folyamatban van. Polgármester úr, köszönöm az interjút!